Minden más pártot megelőzve már most hivatalosan bemutatta győri országgyűlési képviselőjelöltjeit a Mi Hazánk. A mozgalom alelnöke a Városháza előtt tartott sajtótájékoztatón mutatta be politikusait. Az egyes számú választókerületben a Mi Hazánk a fiatal Lengyel Márkot, míg a kettesben a régi motorosnak számító néprajzost, Géber Józsefet indítja jövőre. Előbbi többek között rendet tenne Újvárosban és felújítaná a vasútállomás épületét, utóbbi pedig önellátó alapú mezőgazdaság megteremtésével zárkóztatná fel a vidéket. Nagyon fontos látni azt, hogy maguk a képviselő jelöltjeink is egy egyedi programot képviselnek, helyben is természetesen. Kiválóként mutatta be jelöltjeit a Mi Hazánk mozgalom alelnöke, Novák Előd a Városháza előtt ajánlotta a választók figyelmébe a győri 1-es, illetve 2-es számú választókerületben induló országgyűlési képviselőjelölteket. Az 1-esben a fiatal Lengyel Márkot indítja a Mi Hazánk, aki rendet tenne a városban, megszüntetné az újvárosi bűnözést és a vasútállomást is felújítaná. A rendteremtés nagyon fontos. Újvárosrész az egyik legszebb városrészünk volt valamikor. Sajna az ide betelepült, mondjuk ki, cigányság leélte ezt a környéket. Omladoznak az épületek, tényleg az ember méterenként lép egyet, és valamilyen szemét, vagy akár helyben szemmel érzékelhetően bűnözési hullám is van. Ezen szeretnék változtatni. Többek között. A helyi program még nem teljesen állt össze, viszont ha ez elkészül, akkor a sajtót és ezzel a győri lakosokat is meg fogjuk keresni. Én személy szerint emberközeli politizálást szeretnék itt folytatni Győrbe. A 2-es körzetben induló Géber József már régi motorosnak számít, igaz, eddig még sem az országgyűlésbe, sem pedig a közgyűlésbe nem sikerült bekerülnie. Programjában szerepel például az önellátó alapú mezőgazdaság kialakítása és a kötött pályás elővárosi közlekedés fejlesztése is. A közlekedéssel hát kellene kezdeni, ugye már évtizedek óta kellett volna ezzel kezdeni, akár Pápa felé, vagy akár Veszprém felé, ha nézzük ezt a kötött pályás forgalmat, akkor ez lehetne az a lehetőség, amely hát Győrt bizonyos mértékig tehermentesíthetné. Ugye azok a települések, amelyek közel vannak Győrhöz, nagy lélekszámmal növekedtek itt az ipar felfutása és fejlődése kapcsán, tehát rengeteg ember lakik kint, és megteheti, hogy autóval járjon be. Bár a képviselőjelöltek többségében olyan dolgokat tűztek zászlajukra, amik már megvalósultak, vagy jelenleg is dolgoznak azok megvalósításán, a mozgalom bízik benne, hogy a következő hónapokban sokan támogatják majd elképzeléseiket. A Mi Hazánk bízik a jó szereplésben, és mind a 106 választókerületben indít saját jelöltet a jövő évi parlamenti választáson.